Sziasztok, üdvözlök mindenkit, elérkeztünk egy újabb House Slipper részhez, és ez a rész nem akármilyen rész lesz, ugyanis letöltöttem a Luxury House Slipper DLC-t, ami azt jelenti, hogy ilyen luxusabb helyre fogunk menni takarítani, és luxusabb dolgokat fogunk kipróbálni, és ami azt jelenti, hogy egy munkatérképpel bővült ki itt a menürendszerünk, ami azt akarja, hogy itt vannak a sima felkérések, amit ugyebár csináltunk, és a munkatérképpel rámegyünk, akkor itt van a Luxury térkép, itt tudjuk elvállalni a luxusabb dolgokat, és nézzétek már, milyen király ez a hely. Nagyon-nagyon tetszik. És akkor el is kezdjük, az első munkánk ezen a szuper jakton lesz, ahogy látom. Na nézzük, minden jó, ha jó a vége. Elnézést, nem tudom, mennyire lehet hallani, hogy a kutyám éppen a malackáját nyomnyogja, úgyhogy ezt el is veszem tőle egy pillanat. No, szóval. Jimmy, kedves Jimmy, nézzük, mi a helyzet. Kihasználva apja távollétét, hatalmas bulit szervezett a családi jakton. Na te Jimmy, és nem hívtál? Nagyon jól érezte magát a barátaival, amit az itt hagyott óriási rendetlenség is bizonyít. A fiatal társaság kedvelőnek most szüksége lenne valakire, aki az apja visszatérése előtt kitakarítana. Egy cseppet se félj, Jimmy, itt vagyok. Szerencsére még körülbelül egy hétig világkörű turnén van. Oké, ezt fogadjuk akkor el. Nekem kicsit gyanús ez az egy hét. Remélem nem olyan sok idő lesz kitakarítani ezt a jaktot, bár egy jaktról beszél, nem tudom most pontosan ez mekkora lesz. De hát meglátjuk, hát Jimmy came, takarítsak ki, de nem hívtál meg a partira, mi? Jó van, Jimmy. Legközelebbi partira szíveskedjék engem is fogadni. Kösz. Behold! Oh my god! Technically my father's, but let's be honest, it's almost mine at this point. Last night I invited some friends over. The party was epic! I'm quite popular, you see. We had a blast. At least the parts I remember. Wait a sec. I've got a message. Told you I'm... Oh no! My dad is coming back earlier! Oh my god! All this mess, he cannot see any of it. Everything has to be cleaned as if nothing had happened here. No! My dad's records! They should be on the wall. Okay. You need to find them. They must be somewhere around here. Oh god, Dad is gonna be so pissed. I don't want to get in trouble. I know you can save my skin. Please. I'll pay you a little extra if you do help me. You will help me, right? Wow, halljátok? Én nem is tudtam, hogy ilyen menő bevezetés van az új Luxury-ba. Ez tök jó volt. Azért nem olvastam, és azért nem beszéltem ott az elején, mert nyilván láttátok, és eléggé hangos volt, úgyhogy a saját hangomat sem hallottam volna. Büdzsé a munkához. Aha, akkor itt lesz a büdzsé, amit majd ne lépjek túl. Rendben! Oh my god, hellóztok! És ezzel a járgánnyal jöttem, be tudok ugrani? Nem tudok bombát ugrani, pedig akartam volna. Na mindegy. Na jó van, kedves Jimmy-ke, nem akarjuk, hogy az apucika szépen Elna spángolja Jimmy-t, úgyhogy mindenféleképpen akkor takarítsunk. Nézzük már körül, te jóságos ég, mi ez a kupi? Hogy lehet ilyen kupit csinálni? De komolyan. Menjünk csak föl, nézzük meg a föntét. Amúgy nagyon tetszik ez a jak, nagyon jól néz ki. Jaj, lépcső csere! Most komolyan lépcsőt is kell cserélnem? Na de Jimmy, néhány házban már kicserélhetted a lépcsőt is. Ja, akkor nem kell feltétlenül itt. Hogy ezt megtehess, klikkelj a lépcsőt, Oké, hát szerintem itt a lépcsőt, ezt nem kell itt kijavítani a lépcsőt, nekem annyi pénzem nincs, hogy egy jaknak a lépcsőjét kijavítsam szépen. Oké, mint ahogy látom, amúgy nagyon jól néz ki. Jó, hát akkor kezdjük akkor szerintem lent a takarítást. Na, akkor legyen az, hogy akkor ezeket itt eltakarítjuk szépen. Nyom, finom kis girosztál volt itt, ahogy látom. Oké. Jó, akkor ezek műanyag poharak, hogy látom, azokat ki tudom dobni. Jó, egy kis girosztál maradék, nyami. Sör! Szuper! Ez miért ment ez itt tönkre? Ezt ki kéne cserélni vajon? Nem tudom. Na, amúgy ha belegondoltok, ez a jakt még nem is olyan hű, de nagy, és ez is már rengeteg pénz, szóval, hogy nagyon drágák a jaktok.
Jimmy meg izé lazába azt mondta az elején, hogy nem is az apjáé, hanem az övé. Jó van, Jimmy, hát szerintem te soha nem fogsz tudni annyit megkeresni, mint amennyi ez a jakt összvisz magába. Na mindegy, Jimmy-kém. Ez a tipikus izé, apuc jelkényeztetett kisfia. De nem baj, mivel megfizet, ezért kitakarítok én neki. Szemét kidobása, hát 97% van, még csak lehet, hogy akkor ezt is nézi. Vagy az emeletet külön veszi? Á, az emeletet külön veszi. Jó, akkor itt a szemetet most nem csináljuk meg, hanem itt az elején, itt lent keressük meg a maradék szemetet. Á, ott van a szemét, király. Úgy tök jó, legalább jól lebarnulok. Szép barna leszek. A szőrös kezem szépen lebarnul. Majd mi ez a sok izé, kepi meg ilyenek, tudjátok. Kicsit megborultál te. Na gyere. Oké. Szerintem a szemetet felszedtem, de nézzük csak. Szemét kidobás 97% még csak, mit nem dobtam ki? Jó, mindegy. Na, most mossunk fel először is. Mindenhol. Ami kell nekünk, ezt a kanalat felrakom. Hát nem tudom, hova kell rakni. Ebbe kell rakni a dolgokat? Ó, nagyon aprólékos itt minden, úgyhogy oda kell figyelnünk, mert azt kérte a Jimmy. Nem tudom berakni a fiókba. Jól van. Ebbe sem tudom berakni. Nem tudom berakni! Az nem jó, az nem jó. Az nagyon nem jó. Azt mondta az apja, azt mondta a Jimmy, hogy mindent úgy kell hagyni, ahogy az apja hagyta. Én nem tudom, hogy hogy volt ez, srácok, de nem tudom berakni a fiókba, úgyhogy oda rakom. Úristen, ezeket a poharakat hova fogom rakni? Mondjuk legyenek itt ezek a poharak, mit szóltok? De jóságosség, ez nagyon aprólékos. Remélem amúgy azt nem fogja nézni a Jimmy apja, hogy vannak berendezve a poharak, mert őszintén nem tudom rendesen megcsinálni, és hát biztos meg tudnám, csak nincs türelmem. Na, ezt ide. Itt volt, van még folt? Na, várjatok, úgy, mi. Akkor ezt megfogjuk, ezt is ide így behelyezzük, oké. Okay. Így, mi, király! Na, szerintem ezt el kell, Várjatok, ezt eladjuk, szerintem ezt el kell adni, igen. Ezt pedig megesszük. Elektromos tűzhely. Ez nem az? Ezt is el kell adni? Értem. Akkor most vennünk egy új tűzhelyet, és egy ilyen mini hűtőszekrényt. Hú, de idegesít, várjatok, hogy az ott úgy kilóg. Így sokkal jobb. Na jó, akkor nézzük, vegyünk nekik. Mini hűtőszekrényt vegyünk akkor. Szerintem legyen ez ilyen színű, ez jól néz ki. Hol legyen? Ez itt fönt jó? Bárhol lehet? Amúgy. Oké, ez megvolt, akkor egy sütő, legyen egy sütő. Aha, jó, vásárlás. És akkor a sütőt azt ide forgatjuk így. Bingo! Szerintem ez itt tök jól néz neki, így. És akkor szerintem ez ide kell be, nem? Jól néz ki. Na jó, szuper. Azt hiszem, akkor itt meg is vagyunk. Ja nem, várjatok. Elől még hiányzik egy takarítás. Még jó, hogy eszembe jutott, amúgy elfelejtettem volna. Gyorsan itt letakarítjuk a dolgokat, aztán jöhet az emelet. Ja, hát az emelet. Így, mi? Szuper. Hát én nem látok sehol sem dzsuvát. Nem baj, akkor menjünk föl. Oké, most jön az emelet. Na nézzük akkor, hűha, itt is elég sok szemét van, akkor kezdjük ezzel, hogy feltakarítjuk szépen a szemetet. Vajon amúgy, hol lakhat Jimmy? Biztos valamelyik luxus ketyóba így néz engem, hogy vajon hol tartok. Na mindegy. Na ez micsoda lehet? Vajon ez mi lehet? Tudni akarom én azt, vajon? Zöld trutyi is. Meg furcsa, piros trutyi, jó. Lehet, nem akarom én ezt tudni, úgyhogy akkor szépen takarítsuk fel a taknyot, meg a vért. Ó, ennyi? Hello, van itt valami? Esetleg egy kis pia?
Nem, semmi. Oké, hát akkor úgy tűnik, hogy itt ennyi volt, ez eléggé gyors volt. Adom, ezt azért úgy szépen ide rakom, így, mi? Tökéletes. Amúgy eléggé menő lett, gondoltuk bele, itt ültök, és így nagyon-nagyon adom. Úgyhogy veszek majd egy jaktot, jó? És akkor majd a következő videóban már jakton fogok ülni. Jól van. Na, akkor már csak... Na, várjunk csak. Ti is vissza tudjátok nézni. Én vagyok a hülye, de nem ott volt egy horgony. Nope. Tudjátok, az a macska, hogy hívják? Szóval ott volt egy horgony. Mikor itt nagyba takarítottam és elmentem, meg minden, itt láttam egy horgonyt. És most eltűnt. Oké. Okay. Úristen, fitness hely is van ezen a jakton. Halljátok, ez az én jaktom. Így edzek egy kicsit. Mondjuk bicik. Tök jó. Jól nézek ki, nem? A tükörben. Mondani is akartam. Király, nagyon jó. Nézzük akkor. Aha. Ez Jimmy nadrágja? Isten, mi ez a lelógós nadrág? Ebbe még kakilni is lehet. Jó, hát dobjuk ki. Ezt a pizzát nem dobjuk ki, hanem elrakjuk szépen, mert ez a pizza még jó lehet. Úgyhogy... Ó, ott volt egy tangabugyi! Nem láttam semmit. Na de ti kis huncutok, hát mit gondoltok? Oké, szerintem ide való a gitár. Fogalmam sincs, hol egy villany? Nem látok, köszönöm. Melltartó, meg izé... Bugyikák, ennyi. Ha ezt tudná, az apja, ha ezt tudná. Na jó, akkor az egyik ide megy. A másik meg ide. Eléggé jól néz ki. Nagyon tetszik. Már csak itt fel kell takarítani. Szépen felsikáljuk. Itt, ha mi sem történt van. És itt mi van? Hogy ez a fürdő. Itt is izé, bugyi meg minden. Ennyi. Ezek a mai fiatalok. 41% a takarítás? Hát de... Hol? Mi? Mi az, hogy 41%? Hol van itt még baj? Kosz. Tegyük ezt odébb. Semmi kosz nem látok. Vagy csak... Ja! Hogy ez is dzsuvás! Úristen, én ezt hogy tudom? Hiper-szuper kefém van. Szóval Bobbal nagyon menők vagyunk, a graffitit is simán le tudtam szedni, amúgy nem értem, hogy miért szedték szét. Ja, hogy ezeket is meg kell tisztítani! Hát basszus, én nem is látom. Oké. Okay. Akkor ezeket is... igen, kész. Oké, okay. Most már teljesen készen vagyunk. Szuper, akkor ezt le is kapcsolom. Oké, okay, akkor itt is megvolnánk. Itt is megvolnánk. Még fussuk... Basszus, de bolond vagyok. Azt hittem, csak egy lejárat van, és kidőlt, hogy kettő, és ott a horgony. Jól van. Oh no! What have they done to my father's anchor? My friends must have played with it at the party, and now it's ruined! Elnézést, de... Hogy tudnak játszani egy horgonnyal, ami... több kiló... vas? Can you clean it? You have some tools for that, right? Ó, Jimmy, nagyon hangos vagy, basszus, és előbb is szívrohamot hoztad rám. Válaszd ki a bútor egyik részét, hogy dolgozhass rajta. Úristen, még ilyet is tudok? Vagyis hát... Hát persze, hogy ilyet is tudok, hát én egy profi. It must be cleaned on every side. Jól van már, Jimmy, ezért fizetésem elést kérek. Dad cannot notice any trace of those damages, or I'm a goner. Jó, meg vagyunk. Kuval kell forgatni. Úristen, nem is tudtam, hogy ilyen részletek vannak ebben a új módban, ez nagyon tetszik. Oké. Király. Ja, hogy ez fahorgony, hát értem, hogy miért tudnak vele játszani. Azt hittem, az a nagy, ami alapból a hajókon van. Jól van, Paula, jól van. Wait, what happened to the color? Can you fix it? Persze, Jimmy, én bármit meg tudok csinálni, jó? Csak pénz kell. You know. Finished? Jó van már, Jimmy, maradjál már csendben, jó van. A bútor felületének előkészítése után befejezhető lakkot kell választani, lehet, hogy az egyes részét... Milyen lakkot tegyek én rá? Jó, tegyünk ilyen lakkot rá. Mit szóltok? Ez egész csinosnak tűnik. Oksi. Forgassuk meg.
Fogalmam sincs, milyen színű volt, remélem ez jó. Oké. Okay. Akkor ezt is megcsináljuk szépen. Ajné! Mi? Nem ilyet akartam? Na, azért. Phew! That was close! Looks like new to me now, and my eyesight is way better than my dad's. Thank you! Király, nagyon szívesen! Felújítottam. Oké. Okay. Szuper. Akkor legyen az, hogy de sötét van már. Kapcsoljunk itt villanyt. Nem bírom. Nézzük akkor itt. Ejha! Itt is nagyon sok minden van. Azt hittem, hogy csak egy lejárat van, de úgy tűnik ez a lak az. Jakt még luxusabb, mint hittem. Hova kell ezt rakni? Mondjuk, figyeljétek, tegyük már ide. Mit szóltok hozzá? Mi lenne, hogyha itt lenne? Ez itt tök jól néz ki. Nekem tetszik. Helyre rakjuk. Úcsni. És ez itt egy törött tükör. Ugye? Aha. Ezt el kell akkor távolítani, ezt a tükröt, és szerintem... Nem kell venni tükröt? Na, úgy tűnik, akkor itt nem kell újat venni. Jó van, fel se fog tűnni amúgy, hogy hiányzik itt egy tükör. Oké, itt nem is lett kosz. Na, meglepő, meglepő, hogy itt nincs kosz. Oké, akkor itt is megvagyunk. Akkor szerintem ez lesz az utolsó itt. Hogy itt már csak fel kell takarítani, és meg is volnánk. Na, bezeg itt van kosz. Fuha, de még mennyi? Oké, ezt itt föltakarítjuk szépen. Ezt itt kitakarítjuk. Király! Akkor szerintem meg is volnánk. Itt is megvagyunk. Ezt le is kapcsoljuk. Oké. Okay. Oké. Okay. Szerintem Jimmy nagyon elégedett lesz velünk. Be is fejezzük a munkát. Oh my god, de jó lett! Be is fejezzük szépen. Hú, elég sokat kerestünk. Szuper. Új házak vásárolhatóak! Végezz el a feladatokat, hogy új házakat és felújítási munkákat oldhass fel. Az irodádban található laptopot segítségével ellenőrizheted a megvásárolható házakat. Úristen! Eljutottunk arra a szintre, hogy új házat tudunk venni, ezt mindenképpen, opa, meg kéne néznünk. Böngészés, egy van igen a tulajdonomban. Nem is vettünk még sose házakat, pedig már eléggé sok pénzt szereztünk, úgyhogy lehet, hogy kéne vennünk végre egy saját házat. Most már eljutottunk oda arra a szintre, hogy egy cuki kis házat vehetnénk magunknak, amit a munkák alatt akkor folyamatosan felújíthatnánk, és el is adhatnánk. Mit szóltok hozzá? Na nézzük, 29 ezer, hát milliós nagyságrendű money van. Szóval tudok venni egy ilyet, akár egy ilyet is tudnék venni, de hogy ne fogjon el az összes pénzem, vegyünk valami cuki kisebbet. Mit szóltok hozzá? Mik vannak itt? Kempingház, leégett ház, elhagyott ház. Árvíz utáni ház, ínyencek háza, az mit jelent? Hogy néz ki, nézzük. Ház általános felújítása kedvező ára, praktikus ki, na nézzük, hogy néz ki. Úristen, hogy néz ki? Ez egy szobás? Nem, ezt most még nem nézzük meg. Hivatlan vendéggel közt kihagyjuk, azt gondolom az a vakond lehet. Nézzük ez, hogy néz ki, ez egész jól néz ki, ennek még van garázsa is. Nem rossz, ez nem rossz, ez nem rossz. Most hát ez, bocsánat, ez volt az. Oké. Okay. Ezek már jó drágák, úgyhogy ezeket most hagyjuk. Vegyünk akkor egy viszonylag jó áron lévő házat, mit szóltok hozzá? Mondjuk, mi ez az ínyencek háza? Hát vegyük meg akkor ezt, mit szóltok hozzá? Szerintem ez tök cuki. Vásároljuk meg. Menjünk, most nézzük meg akkor ezt az új házunkat. Eljutottunk ide is, és akkor ezt el tudjuk adni később, hogyha tök jól berendeztük, felújítottuk, és tök jó pénzt kereshetünk vele. Bal oldalon láthatod a vevők fényképeit, időről időre kifejezik a véleményüket a munkáddal kapcsolatban, ez tök jó. Különösen figyelj a felsőkre, minél feljebb van valaki, annál többet hajlandó fizetni a házért. Következő, a ház értékének növelése érdekében részt vehetsz egy kertversenyen. Az enter megnyomás után válasz ki, hogy melyik kategóriában szeretnél versenyezni.
Wow, szóval még kertverseny is van. Oké, akkor íme, üdvözlök mindenkit, ez az új kecónk. És akkor itt fogunk ezzel majd foglalkozni mindenképpen. Ezt majd ki kell takarítanunk, ahogy látom, eléggé le van amortizálva. Úgyhogy ezt mindenképp meg fogjuk csinálni, és ezzel fogunk foglalkozni. Viszont én azt mondom nektek, hogy majd a következő részben kezdjük el, és azzal fogunk foglalkozni, amikor felújítjuk, de mivel eléggé sokat költöttünk, én azt mondom nektek, hogy szerezzünk még egy munkát, és keressünk pénzt. Nézzük meg amúgy a luxuri munka térképnél, hogy akkor megcsináltuk ezt a jaktot szépen, hogy itt hova lehet amúgy vajon menni tovább? Valahol mutatja vajon, hogy hova tudunk menni? Aha, itt van egy új fejezet. A Moonrise Bay tárt karokkal fogadja Hiroshit és Yunát. A fiatal számítógép mérnök pár mindkét tagja a városban kapott munkát, ezért kerestek maguknak itt lakást. Segítséget a környébeli barátoktól kaptak, akik felajánlották, hogy eladják a veszteséges nyomda stúdiójukat. Az új lakóknak csak egy kis segítségre van szükségük, hogy lakható váljon az ingatlan. Mi lenne, hogyha akkor maradnánk a luxuri DLC-ben ebben a részben, és akkor egy utolsót itt még ezt megcsináljuk. És akkor nézzük meg, hogy a párnak mit kell segítenünk. Áú! Igen. As one expected, with a new chapter in our life comes a new apartment. Ooh, elég jól néz ki. Which is in the crying need for a furniture update. We'd like to have a simple, cozy loft here. That's why we didn't even look for anything bigger. Quality over quantity, they say. Although it would be nice to have a second bathroom upstairs. We also have one special request. No. I'll tell you more about it when you're done with the cleaning. Jó, oké. Akkor azt mondta nekünk Hiroshi. Ó! Oh. Mi? Hello! Na de várjatok, hát... Á, hogy ez az az ajtó. Értem már. Aha. Szóval, itt az a feladatunk, hogy ki kell ezt akkor takarítanunk, meg kell nekik csinálnunk ezt a kecót, ami nagyon jól néz ki, nagyon jól néz ki. Akkor kezdjük el, hogy kidobáljuk itt a dolgokat. És azt mondta nekünk Hiroshi, ha jól emlékszem, az volt a neve, azt mondta nekünk, hogy a takarítás után egy speciális kérésük lenne, de azt majd ugye a takarítás után elmondja nekünk, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok. Szóval húzzunk akkor szépen bele. Úgy tűnik, akkor ezeket mind meg kell ennünk. Nyom, 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 nyom. Amit amúgy kért, hogy másik fürdőszobát csináljunk ide föntre. De jó, itt vannak a DLC-k, amit letöltöttem, már tök jó. Itt kell valahol a fürdőszobát majd megcsinálni. Itt fönt. Gyorsan kidobom a dobozokat. Így. Jó. De majd ezt úgyis írni fogja nekem a könyvecske itt oldalt. Könyvecske az. Na, nézzük akkor itt mi a... Lépcső csere, de akkor mégis kell cserélni, csak vak voltam és nem láttam. Hoppá, ezt innen gyorsan. Ezt is. Úristen, mi ez a sok szemét még mindig? Nem is vettem észre, hogy itt a földön ennyi szemét van. Új képességpont! Szuper! Nézzük is meg mindjárt, hogy milyen képességpontokat kaptunk. Nézzük meg ezt a képességpontot. Képességek! Na nézzük! Kertész egyezkedés, gyorsabb munkák, növelt árajánlat, magasabb fizetség az már megvolt. Klettelő, burkoló. Jó, majd ezt megnézzük később. Na, lépcső, cseréljük akkor ki a lépcsőt. Akkor ezt el kell adni. Vagy nem, cserélni kell. Nézzük, hogy... legyen akkor szerintem ilyen fekete. Na, ez jól fog kinézni. Vásárlás. Szuper, ki is cseréltük szépen a lépcsőt. Ablakok cseréje. Ablakváltás. Úristen, de jól néz ki. Akkor ezeket szépen kicseréljük. Oh my god, ez nagyon tetszik. Na, így, így. Akkor gondolom fönt is ki kell cserélni az ablakokat. Így. Hojoj, nem törjük össze magunkat, jó? Ups, na jó. Álljatok. Oké. Király, akkor meg is voltunk ezzel. Eltávolítás egyszerű. Ah, szóval ezeket itt akkor el kell távolítani. Ezek
amiket itt mind, akkor el kell távolítani? Gondolom akkor ezeket is. Úgy se engedi a House Flipper azokat a dolgokat, amiket nem lehet, úgyhogy akkor ezeket mind eltávolítjuk. Écsni! Akkor itt az lesz, az ajtót is el kell itt távolítani, ahogy látom. Ezeket el kell távolítani? Jó, ezt majd megnézzük. Na, viszont lent akkor takarítsunk ki szépen. No, azt hiszem, akkor itt lent fel is takarítottam, ami még szükséges, ezt el kell távolítani, így, hello, jó napot, csokolom, viszlát, oké. Itt miért kell kitakarítani másoknak a szutykát, itt nekem ezért nem fizetnek, he. Na mindegy, akkor itt takarítsuk ki szépen. Na, itt meg is vagyunk, akkor menjünk föl az emeletre, és ott takarítsuk föl. Majd csak utána jön a berendezkedés. Először mindenhol feltakarítunk. Aztán jön a berendezés. Na, akkor itt meg is csináltuk. Már csak itt... itt bent kell kitakarítani a dolgokat, meg eladni. Ezt minden is adjuk. Ezt el kell adni? Nem, ezt nem kell eladni. A játék nem. Azt mondja, hogy nem. Oké, akkor itt. Ezeket viszont minden lehet szuper adni. Gyorsan eladjuk. És itt azért takarítani is kell, mert van itt egy kis dzsuva. Na, akkor szerintem mindenhol feltakarítottunk. Opa! Elszóltam magam. Mégse mindenhol. Jó, akkor most már mindenhol feltakarítottunk. Jöjjön akkor a berendezkedés. Kezdjük akkor az ajtóval. Bolt. Nézzük. Fal. Aha, le kell festeni a falat. Akkor azt meg is csinálom. Fal, módosítás, festés, elhelyezés, szekrény. Nem kell ajtó? Haló. Nem kéne ajtó? Ez mi? We're not that good at interior design, so we've left some choices up to you. But to show you what style we like, we prepared a mood board you should be inspired by. Look around to find out what you need to work on at any given point. Aha, szóval elég sok mindent rám bíznak. Nézzük akkor. Inspirációk? Melyiket válasszuk? Ez nekem jobban tetszik. Kicsit industriális beltérben gondolkodunk, ami ennek ellenére meleg és hívogató. Szeretnénk, ha lenne egy nagy és kényelmes kapané, ami munka után ellazulhatnánk. Kapané. Jó, oké. Kapané. Na, válasszunk akkor padló felületet. Sötét tölgy, mozaik. Nekem tetszik ez a sötét tölgy. Melyik legyen? Sötétebb vagy világosabb? Szerintem legyen sötét tölgy mozaik a padló. Úristen, hogy kell használni? Vásárlás. Oké, király. Így. Úristen, de jól néz ki! Figyú. Oksi. Akkor innen. Egészen így a végéig húzzuk. Oksi. És... Great! Since you clearly know what you're doing, I'll just let you go on with the job. Köszönöm, Hiroshi Kimura. Hagyjál is engem ma dolgozni. Először amúgy sötétebb, világosabb padot akartam volna, mert ugye, hogy ugye növeljük a térnek a terét, de rájöttem amúgy, hogy a fal, amit most meg is csinálunk, a fal az fehér lesz,
ezért jobban néz neki szerintem a sötéttel. Na, kell nekünk egy elles mindenképpen szerintem, mert valószínű fönt is meg kell csinálni. Sőt, lehet, hogy nem is lesz elég. Úgyhogy kifessük most a falat. Képességpontot azért nézzük meg, hogy festéssel kapcsolatban van-e képesség, amit... Aha, több fal festése! Szerintem ezt mindenképpen fejlesszük, a több fal festést. Ennyi most elég is. Akkor fessük fel a falat. Vagy mi? Fessük ki a falat. Álványok, ha nem érsz el valamit, akkor létrát vagy álványt is használhatsz. És ezt mégis én hol használjak létrát meg álványt? Én eddig tök jól megoldottam. Na mindegy. És ahogy látom, igen, hogy még kell vennünk sajnos festéket. Ezt ki gondolta volna, miért lepődök meg amúgy ezen. Vegyünk akkor még egy elleset, így. És akkor megcsináljuk. Hát nem tudom, szerintetek? Ez túl magas, esetleg álmányfő létet kellene használni. De hát ugrálva is meg tudom oldani. Jó, oké. Hol van álvány létra valami? Ez elég? Várjatok. Milyen létre van még? Vagy... Nem ilyen álványszere. Jó. Jó lesz ez a létre. Biztos elég lesz. Na. Akkor másszunk. Ó, király! Tökéletes! Álványt vagy létrát? De hát használom a létrát, tehát ne jöttek a sics föl! Az utolsó pár percben még azt befejezzük ezzel a lakással, hogy befestjük az egészet, szóval le fogjuk festeni, és a következő részben azzal fogjuk folytatni, hogy ezt be is fejezzük, és utána elmegyünk a saját házunkhoz, és akkor az lesz, amit vettünk ház, az lesz a következő résznek a fő témája, hogy azt szépen megcsináljuk, arra jobban ráfekszünk, mert akkor tök jól el fogjuk tudni adni, de ezt mindenképpen az elején, majd a videó elején be fogom fejezni, és most is ezt gyorsan akkor lefestem. Hú, nagyon sokáig tart. Amit még meg kéne csinálni előtte, bocsánat, nagyon elkezdett sötétedni, ami nem jó, ugyanis kéne nekem egy lámpa. Mert eladtam ugye a kettő lámpát itt alul, és... Fali lámpa? Aha, mennyezeti lámpa. Szuper, nekünk kéne ez a mennyezeti lámpa. Vásárlás. Hova rakjam? Itt jó lesz, nem? Király. Na, akkor hogyha itt felkapcsolom a villanyt. Ó, szuper, jó, így még látni is fogok. Aha, nem elég, oké, akkor ott kell festenem, meg itt kell végig festenem. Itt nem kell, vagy de itt is ki kell festenem, úgyhogy akkor veszek megint egy elleset, szerintem. Úgyis elég a büdzsé, még bőven van pénzünk.
úgyhogy akkor veszek egy jelleset, mert szerintem... Hát nem biztos, hogy elég lesz, de reméljük. Már nem férek, és akkor kell nekünk valami állvány. Valami állvány kell nekünk. Bolt? Milyen állványok vannak? Á, szóval ez az állvány. Nagy állvány. Nagy kell. Hú, nem ide föl. Várjatok, lemegyek. Aha. Hú, de király, de jól néz ki. Jó van, oksi. Akkor... Ezt eladom. Ezt leviszem. Így. Hova tűnt? Gyere vissza! Jó, mindegy. Akkor így lesz. Menjünk föl. Király. Na, akkor ezt le is festjük. Új, de sokáig tart ezzel lemenni, te jó ég, hát én nem fogok itt felszambázni, meg vissza, hát 5 évig fog tartani, úgyhogy ezt szépen levisszük. Így. Nem adj oda, nem érek. Akkor kénytelen vagyok odébb rakni. Mász már le! Jó. Ezt már azért sokkal nehezebb felemelni, mint egy autót. Szóval azt az autót eléggé gyorsan fel tudtam emelni. De hát ezt már sokkal nehezebben. Jó. Nem akarok felmenni. Le! Oh my god! Mindjárt készen vagyok. Ne már! Nem érek oda! Ne idegesíts! Hát ezt hogy csináljam meg? Na várjatok. Király! Uhú! Oké. Itt meg is van. Meg is van. Meg is csináltuk szépen a falakat. Akkor ezt el is adjuk. Amit még itt megcsináljuk, hogy itt is befestjük. Hogy azért szépen nézzen ki. Meg akkor itt is. Amit viszont még be kell festenünk elvileg. Az itt van a szoba. Ne! Gyere vissza! Gyere vissza! Gyere! Oké, nem vagyok ideges, nyugi! Így! Na, király! Akkor! Már csak ezt a szobát kell itt akkor lefesteni. És meg is vagyunk. Várjatok! Szoba kifestése 92%-on van, úgyhogy... Ah! Király! Akkor ki is festettük ezt a szobát. Itt is megcsináltuk, szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót és velem tartottatok. Lehet, hogy egy picit hosszúra sikerült, de mivel ezek a luxus, ez a DLC luxus mód már eléggé részletes, és sokkal több mindent kell csinálnunk, ezért sokkal hosszabb lesz valószínű egy-egy rész, mert nem azt akartam, hogy most a Jimmy-nél ott a Youngton jó gyors megcsináljuk, hanem nyilván el akartam kezdeni ezt a lakást is, és akkor felújítani. És akkor a következő részben itt folytatjuk is, be is fejezzük, az nem tudom meddig fog tartani, de meg fogjuk csinálni, a következő rész elején ezzel fogunk foglalkozni, befejezzük, és utána pedig elmegyünk a házunkhoz, amit vettem, és elkezdjük akkor felújítani és kikupálni, hogy majd jól el tudjuk adni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztetek, nagyon remélem, hogy tetszik ez a Luxury DLC mód, szerintem nagyon jó, nekem nagyon tetszik. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok föl, ha esetleg még nem vagytok, és akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!